Isten hozott mindenkit. Mint hozzászoktunk idén, a Péter első levelét tanulmányozzuk, és ezt tesszük ezen a vasárnapon is. Tehát nyissátok ki a Péter első levelének harmadik fejezeténél, és ebből fogom majd olvasni a mára rendelt ige szakaszt. Mint láttuk, Péter a Szentlélek ihletéséből a hiteles keresztény élet fontosságára hívja fel a figyelmet. De nem csak felhívja a figyelmet, mondva, hogy hát éljetek jó életet, éljetek erkölcsös életet, éljetek radikális keresztény életet, hanem meg is mondja azt, hogy hogyan tegyétek ezt. Meg is mondja, hogy mit tegyetek Isten felé, mit tegyetek a társadalomban, mit tegyetek a munkahelyen, mit tegyetek itt, ott, amott, az életetek minden területén, hogyan rendezzétek be az életeteket, hogy az hiteles keresztény élet legyen. És egy kicsit nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg magunkat. Hol érezhető a mi életünkben, a mi mindennapjainkban az, hogy mi keresztények vagyunk? Hol érezhető? A vasárnapban érezhető ez? Hogy elmegyünk esetleg szépen, vagy kevésbé szépen, vagy ünneplőbe, vagy nem ünneplőbe, vagy bárhogy is, de elmegyünk a gyülekezetbe? Ettől különbözik az a mi életünk a más emberek életétől? Vagy mi az, amiben különbözik? Vagy az étkezések előtt, meg után mondunk valamit? Hálát adunk Istennek? Ebben látszik, ha valaki végignézi az életünket, egyes napjainkat, akkor ebben látná azt, hogy mi keresztények vagyunk? Vagy az, hogy reggel meg este olvassuk esetleg az igét, meg esetleg imádkozunk? Ez lehetne az a pont, ahol valaki észrevenne, hogy na hát ő akkor keresztény. Az életem mely területén lehet észrevenni, hogy ott Isten hatással van rám? Hol? Mely területén? És itt már egyből rosszul fogalmazok, vagy hát valakinek biztos nagyon jól fogalmazok, mert hogy egyes területekre oszlik az élete, és esetleg vannak szent területei, akár az étkezés előtti terület, akár a lefekvés előtti terület, akár ez, akár az, akár egészen más területek, azok istenéi, és vannak olyan területek, amik pedig az övéi. Vagy pedig olyan területek, amik nem szentek. Amik nem bejáratosak Isten részére, vagy ha bejáratosak, akkor ott valamilyen alkupozíció van Istennel kapcsolatban. Mert a helyes az lenne egyébként, hogy arra a kérdésre, hogy hol vehető észre az életedben, hogy Isten hatással van rád, befolyásolja a te életedet, hogy valami kapcsolatod van, hogy keresztény vagy, az remélem az lenne, hogy mivel keresztény vagyok, ezért az egész életemet átengedtem Istennek, a Szentlélek lakozást vett bennem, és ezért az életem minden területén. Akárha alszom, akárha felkelek, akárha fogatmosok, akárhogyha ebédet készítek, akárhogyha megeszem azt az ebédet, akárhogyha dolgozom, hogyha tanulok, hogyha ez, az, almaz van, mindenben észre lehet venni, hogy én keresztény vagyok. Mindenben. Lehet, hogy én is ugyanúgy nézek a moziba, mint a mellettem ülő valaki, de a fejemben egész más dolgok mozognak, mint a másik embernek.
Mert én más szemmel nézem azt a filmet. Egészen más az, ami az én fogadó közegem, ami bennem van, az a természetem bennem van, ami által én látom a dolgokat, mint a másik embernek a fogadó közege, ami egy bűnös közeg. A kereszténynek a szeme tiszta, tehát látja, látja a valóságot. Látja azt, amit a sátán elleplez a másik ember elől. És ő azt nem látja. A keresztény egészen mást lát. Ugyanaz a világ, lehet, hogy a színek se változtak, de a keresztény a világból egészen más lát, mint a nem keresztény. Mert hogy Isten szemén keresztül látja jó esetben, vagy természetes esetben a keresztény a világot. És az új természetünk, amit kaptunk, az pedig a Szentlélekkel vágyik együtt működni. Neki a természetes közege a Szentlélek. Agyban át kell bennünk magunkat kapcsolnunk, hogy hoppá, változás van bennünk, változás történt, tehát az új természetem az a Szentlélekkel kapcsolódik normálisan össze. És ebben agyi változás is kell. És ez az agyi változás fogja eredményezni, hogy a mi belső életünk a szent lesz, az tiszta lesz, az Istennek kedves lesz, és a mi külső életünk is a gyülekezettel, már a belső élet úgy gond, az Istennel való kapcsolat, meg a külső kapcsolatik is a gyülekezettel, a világgal, a munkatársakkal és mindenkivel, a társadalom minden egyes részével, családon belül, családon kívül is, szent lesz, tiszta lesz, Istennek kedves lesz. Péter itt erről a két területről beszél, hogy az Istennel kapcsolatos viszonyom milyen, és a világgal kapcsolatos viszonyom milyen, és erre sarkal és erre erősít bennünket, hogy meglássuk ennek a két területnek a fontosságát, és úgy lássuk ezt, mint a keresztény életünknek, a keresztény létünknek a legfontosabb részeit, ahol nekünk úgymond, lehet, hogy rossz szó van, de teljesítenünk kell. De ahol meg kell állnunk. Ahol férfiaknak kell lennünk. És ebből nem akarom a nőket természetesen kivenni, mert az, hogy legyetek erősek, legyetek férfiak, az nem csak a férfiakra vonatkozik, hanem mindenkire, minden hívőre. Ez nagyon fontos, ez a két terület, hogy ebbe az ember mindig tudja azt, hogy mi a feladata. Mindig tudja, tudatosítsa önmagában, hogy nekem itt, ezen a helyen, ahol vagyok, feladatom van. Itt most én képviselek valakit. Nem önmagamat képviselem, hanem valaki mást. Ezért, ha rám néznek, akkor más kell, hogy lássanak, és nem engem. Mint ahogy aki valamilyen országot képvisel, valamilyen hatalmat képvisel, mint a politikában például, mint egy nagykövet, nem a nagykövetet nézik, hanem az országot nézik. Ha valamilyen ország mondott valamit, akkor behívják a nagykövetét, hogy na mi van, mit mondott ott az ország, mi történik itt kettőnk között. És a nagykövet kell, hogy elintézze a dolgot. Mi a Biblia szerint is nagykövetek vagyunk, tehát ha valaki ránk néz, akkor nem bennünket, nem minket kell, hogy lássanak, hanem Krisztus kell, hogy lássák. Ez mindig az agyunkba kell, hogy legyen, hogy Krisztust lássák bennünk, és nem
magunkat. Ez mindig, erre összpontosítani kell, ez tudni kell, mindig a fénybe kell lenni ennek a dolognak. És itt a, ezekben a versekben, a 18-as versekben látjuk, hogy itt Krisztus dicsőségére hívta fel a figyelmet, szenvedéséből eredő dicsőségére hívta fel a figyelmet. Mert az ő győzelméről beszél, az ő világban betöltött szerepéről beszél. Olvassuk is el újra azt a, az ige szakasz, amivel foglalkoztunk az előző héten, és foglalkozunk most is, illetve foglalkozni fogunk a jövő héten is. A 18. tehát Péter első levele 3. fejezetének 18. versétől olvasom. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevintetett lélek szerint, így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek, a, ennek képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságuk és erők. A 18. versenyvel az előző alkalommal foglalkoztunk, abban azt láttuk, hogy Krisztus is ki volt téve a bűnös világ minden nyilának. Mert ebben a világban élt, és ahogy az előző alkalommal elmondtam, a hasonló a hasonlónak örül, és ha volt ember, aki a Földön járt, és nem volt hasonló a világhoz, akkor az Krisztus volt. Ő az, aki a leginkább különbözött ettől a világtól, és ezt a világ nem szerette. Abszolút nem szerette a világ. Ki volt téve ennek a bűnös világnak? És ez szenvedést okozott. A világ által a Krisztus mássága miatt, a Krisztus igazsága miatt, a Krisztus szavai, tettei miatt a világ üldözte és bántotta Krisztust. És mi is, hogyha a tanítványoknak tartjuk magunkat, akkor Krisztus után megyünk, egyre inkább az ő képére formálódunk, így a világ bennünket is egyre inkább meg akar sebezni. A világ bennünket is egyre inkább tűz alá akar venni. De láttuk azt egyébként, hogy nem mindig Krisztusnak sem minden tevékenységét támadta a világ, hanem rengetegen jöttek hozzá gyógyulásért, jöttek hozzá különböző dolgok miatt. De nagyon sokan támadták is, mert egész más elvárásuk volt Krisztussal kapcsolatban, mint amit Krisztus felkínált nekik. Aztán láttuk azt is, hogy igazként viselte el. Igazként viselte el az igaztalanokért, azaz értünk ezeket a bántalmakat. Ha ő igazként tette ezt, igazként viselte el a szenvedést, igazként viselte el azt, hogy beleállt minden helyzetbe, akkor mennyivel inkább kell nekünk elviselni, amit a világ okoz nekünk, amit a világ árthat nekünk. Még inkább el kell, hogy viseljük. Aztán azt is látjuk, hogy Krisztus célja is volt, Krisztusnak célja is volt ezzel az egésszel, méghozzá az, hogy Istenhez vezessen bennünket. A szenvedésnek mindig van célja. És ezt is jó, hogyha a fejünkbe véssük, hogy a szenvedésnek mindig van célja.
Mindig, minden egyes esetben. Isten dicsőségének a bemutatása, a munkálása azáltal, hogy 100%-ig neki engedelmeskedve végezze a rábízott munkát. Ből itt Jézus esetében ugye azt emeli ki Péter, hogy a megtérőket Istenhez vezeti. A megtérőket Istenhez vezeti. És ennek a lényegi része, ennek a megtérők Istenhez vezetésének a lényegi része az, hogy a szenvedés végső formáját is vállalta. Mert ha Krisztus nem halt volna meg a kereszten, ha ő nem hal meg, akkor nincs bűnbocsánat. A kárpit nem hasad ketté. Nincs út, szóval nincs szabad út Istenhez. Azaz semmi az ég egyat a világon, semmi lehetőségünk sem lenne Istenhez menni, és jó viszonyba kerülni vele. Ezt fordítsuk meg magunk felé. Mi van, hogyha mi nem halunk meg önmagunknak? Mi van akkor, ha mi nem halunk meg önmagunknak? Egy picit ugyanaz, mintha Krisztus nem halt volna meg a kereszten. Az emberek el lesznek zárva az üdvösségtől, ha mi nem vállaljuk a halálig tartó szenvedést. Nem lesz senki, aki Istenre mutatna nekik. Nem lenne senki, akin látnák azt, hogy igen, ez az Isten, ez tényleg van, mert az ember az teljesen megváltozott. Az ember teljesen megváltozott. A római levélben a következőt olvashatjuk ezzel kapcsolatban. Római levél 10. fejezete. A római közé levél 10. fejezetében 14-es igeverstől. De hogyan hívnák segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, ha nem hallották? Hogyan halljanak meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Mit olvasunk itt? Azt olvassuk itt, hogyha mi, emberek, keresztények nem állunk oda a csatasorba, a munkahelyünkön, a társadalmunkba, a családunkba, akkor nem várhatunk eredményt. Sírhatunk mi a gyülekezetbe, hogy hát nincsenek megtérők, kevesen vagyunk, fogyatkozunk. De persze, ha valaki nem indul csatába, akkor ott nincsen győzelem. Ha valaki nem műveli meg a kertjét, akkor hiába megy ki, vagy hiába néz be néha a spájzába, hát csak fogynak a dolgok, de nem történik semmi. Mert hogy nem ültetett el, nem vetett, nem gondozta. Lehet a sült galambot várni, csak semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen. Erről beszél itt Pál ezekben a versekben. Ezért hozza fel ezt a 18. versben is, hogy kövessük a mesterünket ezekben. Kövessük a mesterünket abból, hogy igen, de rájövök, tudom azt, hogy nekem ebben a világban rengeteg szenvedésem lesz, de a szenvedések azért vannak, az igazságért vállalt szenvedés, még egyszer mondom, tehát nem a feltétlenül a betegségek, meg az egyéb különböző dolgok, meg a bűnért való szenvedés, hanem az Isten igazságáért vállalt és kapott szenvedés. Azért, mert én keresztény vagyok, mert hogy mondom, mert hogy
úgymond beszólok ennek-annak, azért vállalom ezt a szenvedést, azért ér engem ez a szenvedés. És azért mondja ezt itt, hogy bátorodjunk fel, hogy Krisztus is átesett ezeken. És hogy lássuk meg a felelősségünket. Lássuk meg azt, hogy ha mi nem változunk, ha nem szálljuk oda teljesen magunkat, akkor nem fogja a másik bennünk meglátni Istent. Nem fogja meglátni bennünk Krisztus. Nem leszünk igazi nagykövetek. Csak maximum a saját vallásunk, vagy saját magunk nagykövetei leszünk. De nem Istennek. Mostában néztem meg egy filmet, idei film. Egy dalhoz kötődik, amit majd remélhetőleg hamarosan énekelni fogunk itt is. A film címe I Can Only Imagine. Nagyjából 10 éve született egy dal, ami akkoriban egy nagy sláger volt a keresztények között. Hamar eljutott Magyarországra is. És a filmben, nem fogok nagyon belemenni a filmbe, de a pár point le fogok lőni. A filmben van egy srác, maga az, aki írta ezt a dalt, aki nagyon dühös az apjára. És el is szökik otthonra, és úgy gondolja, hogy ő keresztény együttesnek az énekeseként fog karriert elérni. És próbálkozik, nem történik semmi. Egy menedzser mondja neki, hogy igen, te nagyon tehetséges vagy, de valami van az életedben, amiatt nem jönnek össze a dolgok. Valami van, ami látszik rajtad, amikor énekelsz, hogy itt valami nincs rendben. És akkor igen, mondja, igen, hát az édesapámmal vannak gondok, el kéne rendezni. És akkor hazamegy, stb. Dühös az apjára, az apja verte gyerekkorában, és mondja az apjának, és meg akkor is dühös és mérges, és stb. És mondja neki, hogy apám, egyetlen jó emlékem nincs rólad. Egyetlen egy. Nem, azt sem értem, hogy miért jöttem ide, stb. Nem akarok veled foglalkozni. És szépen lassan rájön, hogy az édesapja megváltozott. Az édesapja megváltozott. De az édesapja teljesen megváltozott. Az édesapja megtért. Ő, mint aki keresztény fiataloknak, meg nem fiataloknak, százainak, ezreinek énekel, és koncertturnékon vesz részt, és keresztény dalokat énekel, és bátorítja, és buzdítja a keresztényeket, az ő élete romokban hever, mert nem történt benne változás, az édesapjában még változás történt. És azt mondja, hogy az, amit láttam az édesapámban, abból rájöttem, hogy Isten mindenre képes. Ha őt meg tudja változtatni, akkor ő mindenre képes. Talán arra is, hogy engem megváltoztasson. És ezután írta meg ezt a dalt, és ezután futott be. Addig nem futott be, amíg hogy nem hagyta Isten. Van, akik befutnak nagyon keresztény között is, és nem feltétlenül érdemelnék meg. De Isten őt nem hagyta addig befutni, amíg nem tér meg. És miután megtért, megírta ezt a dalt, ami egy csodálatos dal. A másik emberen látott változást okozott benne is változást. Mert nem az édesapját látta már ott, hanem azt, hogy Isten milyen hatalmas. És ez volt ráhatással. És nézzük meg, hogyan folytatja ezután Péter. 19-es igeverstől megint olvasom 19-es 20-as igeverseket. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott női napjaiban a bárka készítésekor, ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át.
Világos ez a szakasz? Ha világos, akkor ugorjunk is át. De a következő részre, vagy mondjuk egy ámen. De valószínűleg nem világos. Abszolút, abszolút nem világos valószínűleg ez a szakasz. Mert kevés embernek tökéletesen világos, hogy mi van itt. Kevés ember merné nagy tanítók közül is rátenni az életét, hogy amit ő mond, az pontosan az az igazság ezzel a szakasszal kapcsolatban. És ez annak ellenére így van, hogy maga Péter mondta, amire már hivatkoztam másik levelében, hogy Pál levelére utalva, hogy ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tudatunk és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Tehát ha valaki így nyilatkozik valaki másnak az írásaiból, hát vannak benne nehezen érthető dolgok, amiket félre lehet magyarázni, nem tudom, hogy ő miért ír ilyeneket. Mert ezzel tulajdonképpen Péter szinte túl is szárnyalta Pál írásaiban talán kevésbé vannak ennyire félre érthető dolgok, vannak persze természetesen, mert azt is kifacsargatják az emberek, a különböző emberek a saját hasznukra, a saját vélt hasznukra, ugye. De olvassuk újra, hát ha csupán az első olvasásra ennyire értetetlen. Tehát így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedelmek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjában a bárka készítésekor, ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Mi nem világos itt? Valószínűleg, ami nem világos, az csupán az, hogy kivel, illetve kikkel, mi, mikor, hogyan és hol történt. Hát nagyon egyszerű kérdéseink maradtak, miután párszor elolvastuk ezt a pár igeverset. Nagyjából minden. Vannak talán sejtéseink, hogy mégis azért valami név felmerült, Noé. Tehát Noénak van az egészhez valami köze, esetleg, vagy a Noé idejében élőknek van valami köze az egészhez, van valami börtön, ahogy itt írja, aminek van köze az egészhez, de mi ez? És nagyon sokféle értelmezés van, amit a különböző emberek, különböző iskolák, különböző egyházak tartanak erről a részről. Például nagyon sokan ide kevernek valamit, például az apostoli hitvallásból. Az apostoli hitvallás mely pontja juthat nekünk eszünkbe? Az alászállt a poklokra. Mert ezt szokták ide keverni, mert úgy gondolják, hogy ehhez a részhez illesztik hozzá, hogy na, itt is látható, hogy Krisztus alászállt a poklokra. És valamikor a halála után és a feltámadása között valami történt, és úgy gondolják, hogy Krisztus akkor járt a pokolban. De mint akkor, ezt ki is fejtettem, amikor az apostoli hitvallást vettük, arról tartottam egy sorozatot, hogy egy darab hiba van az apostoli hitvallásban. És az a hiba pedig pont ez. Pont az alászállt a poklokra. De ennek ellenére, mert ezt nem mindenki veszi hibának, mégiscsak ezzel azonosítják ezt a részt. És úgy értelmezik, hogy itt pokolra szállásról van szó. És mit mondanak, vagy mit gondolnak, mit értenek pokolra szállás alatt, akik ezzel azonosítják. És ide a reformátusokat is meg fogom említeni, de ők például nem azonosítják, illetve nem mindenki azonosítja a pokolra szállással ezt a részt. De a római katolikusok azt mondják, hogy a pokolra szállt Jézus, de nem szenvedni, hanem két dolgot tett. Az egyik, hogy kiszabadította az Ószövetség szentjeit,
akik az Ószövetségben, az ószövetségi hitük miatt bekerülnének a mennybe, csak Krisztus előtt nem tudtak a mennybe jutni. És addig is a pokol tornácán helyezkedtek el, vagy más szóval, más módon ők ezt hívják Ábrahám kebelének is. Mert hogy az ószövetségiek, azok nem kerülhettek be Krisztus nélkül a mennybe. A másik dolog, amit a római katolikusok szerint elvégzett Krisztus, amikor a pokolra szállt, hogy a tisztító tűzben szenvedőknek megmutatja a hatalmát és az erejét. És ezzel valószínűleg bátorította a tisztító tűzben szenvedőket, hogy tartsanak ki a szenvedésbe. Mert hogy biztosítva van a hely számukra a mennyben. Ez természetesen úgy, ahogy van, el tudjuk venni. Az evangélikusok azt mondják, hogy testben és lélekben ment el a pokolba, de nem azért, hogy szenvedjen, vagy hogy egyéb dolgokat csináljon, akár kiszabadítson ószövetségi szenteket, a katolikus elképzelés szerint, hanem hogy kinyilvánítsa a győzelmét és az ítéletet. Az ítélet felől biztosítsa azokat, akik az alvilágban vannak. Az anglikánok szerint Jézus az alvilágba ment, de annak is inkább a paradicsom részébe, inkább Ábrahám kebelébe, hogy ott teljesebben kifejtse az igazságot. Tehát egyfajta prédikációs körútra ment Jézus, mivel azok az emberek, akik ott vannak, azok nem hallották őt itt a Földön prédikálni és beszélni, ezért elment, és a feltámadás előtt csinált egy prédikációs körutat. A görögkeleték azt mondják, hogy hasonlóan a római katolikusokhoz, hogy egyfajta ősatya mentés történt, plusz a Latorél is akkor ment el Jézus, és akkor hozta őt is ki, az alvilágból, és átvitte ezeket az embereket a paradicsomba. Vannak modern teológiai elképzelések is, hogy mi történhetett itt. Az egyik, hogy azok, akik még nem hallották az evangéliumot, mert valamilyen törzs volt Afrikába, Ázsiába, a szigetvilágba jutottam ott, hogy ők is lehetőséget kapjanak a megtérésre, ezért az alvilágban ezek az emberek egy külön helyen voltak, velük nem lázadtak fel még, meg nem tudom, nem voltak annyira ellenállók, ezért számukra történt valamiféle ilyen alkalom, amin Isten biztosította volna nekik, hogy na, akkor most meghalljátok az evangéliumot, és akkor most tudtok dönteni. Illetve egy másik elmélet szerint azért szállt le a poklokra, hogy elszenvedjen mindenfajta szenvedést. Tehát, hogy a pokol szenvedései elől is, meg alul is megváltson bennünket. Ezek modern teológiai elképzelések. Ezután mondom a reformátust. Mert hogy a református elképzelés szerint, például Calvin szerint, nem ment le Jézus a pokolba. Bár benn van az apostol hitvallásban, hogy pokolra száll, de ő ezt nem tette meg, hanem az élete, a halála, az volt a pokol. Az a szenvedés, amit itt a földi életben ő elvállalt, ő felvállalt, az volt a pokol. Azt írja le pokolként. Illetve a másik református elképzelés szerint, és azt mondtam, hogy ezt tartom én is helyesnek, tulajdonképpen ugyanazt érti alatt, mint a sírbaszállást. Az ottani hádész görög szó egyébként ugye alvilágot jelent, túlvilágot jelent, ami nem mond semmit arról, hogy az most egy negatív előjelű, vagy egy pozitív előjelű dolog, hanem egyszerűen csak azt, hogy ebből az életből eltávozott valaki. De hogy hol távozott, arról nem mond semmit. És az ottani hádész szó
azt később Gehennának gondolták már, bár a ugye, görögben a szó nem változott meg, de mint Gehenna gondoltak rám, mint tüzes pokol gondoltak rá, és ezért lettek én különböző elképzelések. De az eredetibe nincs ilyen, hogy pokol. Nincs ilyen, hogy valahova egy pokolra szállt volna le Jézus. Tehát az apostoli hitvallásban is rossz az, ami benne szerepel. Nem kéne, hogy benne szerepeljen, tehát az bőven elég, hogy eltemették. És alá szállt a sírba, nagyjából így kéne tovább fogalmazni. Ha muszáj, mert az eltemetés is elég, mert ugye az is ugyanazt jelenti, hogy alá szállt a sírba. Hogy megszűnt az evilági tevékenysége, úgy is lehetne mondani, bár a meghaltal is megszűnt az evilági tevékenysége, de ráerősított az apostoli hitvallás. Na, de ugorjunk vissza az 1 Péter 3.19-be. Amiben pedig megint csak nem pokorról beszél, mert nem is a Hádész, meg nem is a Gehenna van itt, hanem egy másik görög szó van itt, ami ketrecet jelent. A rácsokat jelent. Tehát valakik rácsokkal el vannak zárva, és ott vannak. Tehát ha bonyolultságát látjuk ennek az egész kérdésnek is, ennek az egész igének, akkor ideje elmozdulnunk a megoldás felé. Mert miről is szól ez a rész? Ugye ki, mi, mikor, hol, mit tett? Megint csak olvassuk el. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor, ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Tehát mit látunk itt? Vannak börtönlakó szellemi lények, ugye itt lelkeket említ, de itt az eredetiben nem a pszichikosz, hanem a pneumatikusz szerepel, tehát a szellemi szerepel, tehát vannak szellemi lények, akik az engedetlenségük miatt kerültek erre a helyre. Akikhez valaki elment, hogy mikor történt ez az elmentel, ez ugye kérdés, majd mindjárt kitérek erre, és ez a valaki bejelentett valamit. Továbbá volt 8 ember, akit nem érintett ez a dolog, aki megmenekült, ugye Noéhoz kötődve megmenekült. A kérdés tehát az itt, hogy kik ezek a börtönlakó szellemek, akik engedetlenségük miatt kerültek ide, ki ment el hozzájuk, mit jelentett be náluk, és miért fontos, hogy 8 ember menekült meg? Három alapvető elképzelés van, amiket vázlatosan, az idő rövidsége miatt vázlatosan fogok ismertetni. Az első, és ez nem üdvösség kérdése. Abszolút nem üdvösség kérdése. Luther például nyugodtan azt mondta, hogy csodálatos ez az igerész, de talán a leghumányosabb az egész új szövetségben. És nem is tudom pontosan, hogy Péter mit is értett ezek alatt a versek alatt. Hát ha Luther így nyilatkozott erről a részről, akkor, és ő a teológia doktora volt, akkor nyugodtan mi is mondhatjuk azt, hogy én erre jutottam, de nem vagyok biztos. De elmondom nektek a három legfontosabb elképzelést, amik közül kettő lehetséges. Kettő lehetséges, a harmadik, az, vagyis hát ahogy elmondom a sorrendben, a második nem. Az első elképzelés szerint Krisztus Noén keresztül szólt a saját idejében élő emberekhez. És ezt onnan veszik, hogy ugyanebben a levélben Péter, tehát még egyszer mondom, hogy Péter ugyanebben a levélben azt mondja, az első fejezet 11-es versében,
hogy ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy mely vagy milyen időkről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra való szenvedésekről és ezeket követő dicsőségről. Tehát itt arról beszél, hogy Istennek a profétái, azok a bennük lévő Krisztus lelke által profétáltak, és tudakozták azt, hogy miről szól az, amit nekünk Isten mond, amit nekünk Krisztus lelke mond. Tehát Noé prófétaként a Krisztus benne lévő lelke által szólította meg a kora társadalmát, szólt az emberekhez. Tehát Péter itt már csak egy előbb elmondott helyzethez illeszt hozzá egy példát. Előbb elmondta, hogy a proféták azok Krisztus lelke által szóltak. Krisztus lelke volt azokban az emberekben. És ekkor itt mond egy konkrét példát, amin keresztül megvilágítja azt, amit az első fejezetben mondott. Tehát látjátok, ez a kettő, ez szerint az elmélet szerint össze van kötve. Ugyanabban a levélben beszél ez erről a dologról. Általánosan és konkrétan egy személyre vonatkoztatva, egy prófétára vonatkoztatva, aki Noé. És ez a rész egyébként is egy összefoglaló rész, amint mondtam, itt az előző dolgokat összefoglalja, mert úgy kezdi el ezt a fajta összefoglaló részt a harmadik fejezet 8-as versében, hogy végül pedig, ami nem végül pedig, hanem ezt az egész részt azt mondja, hogy na, akkor most summázzuk, hogy mire jutottunk, hogy mit mondtam. Hogy mit kell tennetek, hogy hogyan kell hozzáállnotok a dolgokhoz. És ha ezt most jól olvassuk, akkor átfogalmazva ezeket az igeverseket, hogy mit is akar akkor ez szerint az elmélet szerint itt mondani, az pedig az, hogy ami lélekben feltámad Krisztus, ami lélekben ő megelevenítetett, ugyanaz a lélek munkálkodik minden egyes prófétába. Például működött Noéban is, aki a kora társadalomnak profétált, akik most, és akik nem engedelmeskedtek, azok most cellába vannak, azok most rácsok mögött vannak, akik pedig engedelmeskedtek neki, azok pedig megmenekültek. Egyszerűen ezt akarnám mondani. Nem akkor beszélt velük Noé, amikor már meghaltak és a cellába voltak, hanem még akkor, amikor éltek értelemszerűen. Tehát nem a Krisztus a halála és feltámadása közben beszélt a Noé idejében engedetlen szellemekkel vagy lelkekkel, hanem Noé idejében beszélt velük az ő lelke által, Noé keresztül. A második elképzelés szerint, és erre nem fogok sok időt vacakolni, mert ezt már az előbb valamennyire mondtam, ugye ez a római katolikus görög-keleti, illetve egyes modern irányzatoknak az elképzelése is. És még egyszer mondom, itt nincs szó arról, hogy itt a börtönben ezek az lelkekkel bármi változás is történt volna. Mert ha itt elolvassuk ezt a részt, itt nem történik, itt valaki oda megy, vagy valaki kihirdet valamit embereknek, vagy valamilyen lényeknek. De azokkal a lényekkel, vagy az emberekkel nem történik semmi. Nem történik semmi. Mert az előzőben ugye azok a lelkek, az előző elképzelés szerint, ugye a Noé miközben azok az emberek éltek, akközben hirdette nekik, és utána ők meghaltak, utána az ő sorsuk el van rendezve. Nem történik velük
úgymond semmi új. Nem tudnak onnan kikerülni, az ítéletre várnak, és majd az ítélet jön, akkor megtörténik az ő ítéletük. Az el van döntve. Onnan ki ők nem kerülhetnek, semmi változás nem történhet az ő sorsukban. Semmi nem, nincs olyan, ami más irányba terelni az ő sorsukat. De a második elképzelés szerint a római katolikus görög-keleti, illetve a modern irányzat, egyes irányzatok szerint itt vannak emberek, akik ószövetségi szentek hívők, akiket elvisznek, akiket kimentenek a pokol tornácáról. Hát itt ebben a részben semmi ilyesmiről nincs szó. Semmi ilyesmiről nincs szó, és hivatkoznak egy olyan részre, az Efézus 4:8-9-re, ami nem vonatkozik ide. Ott egészen másról van szó. De esetre a gyorsan olvasom az Efézus 4:8-9-et, nem fogom magyarázni, mert hogy nincs rá idő. Tehát Efézusi levél 4. fejezetének 8.-9. ígyverse. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek, az pedig, hogy felment, mi más jelentett, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Tehát, hogy felment a magasságba és foglyokat vitt magával, ebből gondolják, hogy itt ugye cell vagy rácsok mögött vannak emberek, tehát foglyok, akiket ugye leszállt, és akkor talán magával vitt. De itt Péter abszolút nem beszél ilyenről, hogy ezekkel az emberekkel valami történt, ezekkel megmenekültek, nem menekültek meg, semmi ilyesmiről nincs szó, semmi reményünk nem lehet, hogy ezekben az emberekben, ahova ugye, akik itt a börtönben vannak, ezekkel bármi is történt volna. Semmi. Semmi remény nem ad a szövegkörnyezet. A harmadik elképzelés, ami egy másik lehetséges olvasata, és sok ember gondolja ezt így egyébként, nem a többségük a normális keresztény gondolkodik így, de akár azt mondanám, hogy a fele-fele. Fele azt mondja, hogy az első változata, és a fele azt mondja, hogy ez a most általam elmondott változat a helyes. És megint csak ezt nagyon vázlatosan fogom elmondani. A harmadik elképzelés szerint tehát Krisztus testi feltámadása előtt a bukott angyaloknak jelenti be a győzelmét és a végérvényes ítéletüket. És hivatkoznak a 22-es igeversre, itt a Péter első levelének harmadik fejezetében, ami azt mondja, hogy miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok hatalmasságok és erők, ezek tulajdonképpen az angyali és egyéb különböző világra, mindenféle világra vonatkozóan. És gondolják ezek az emberek, hogy itt ők angyalok lehetnek. Miért gondolják ezek az emberek, hogy itt angyalok lehetnek? Az egyik változat az, hogy itt megint csak ugye elment a börtönben lévő lelkekhez, de itt, amint már az előbb elmondtam, itt szellemekről van szó, és a szellemeket kevésbé szokta használni, ritkábban használni, sokkal ritkábban, nem jellemző emberekre használja a Biblia szövege, hanem általában angyalok vagy másfajta teremtmények. Isten által létrehozott teremtményekhez használja ezt a szót. A másik, hogy itt van Noé, és Noé ideje, és az engedetlenség, és az özönvíz. Miért történt az özönvíz? És ebből indul ki ez az egész értelmezés, és megint csak nagyon, nagyon gyorsan az egészet elmondva, lapozzunk a Mózes első könyvének a 6. fejezetéhez, Genezis 6, és itt a
Itt az első négy igeverset olvassuk. Történt pedig, hogy amikor az emberek elkezdtek szaporodni a földön, és lányok születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek lányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézlők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Akkor lát az Úr, hogy az ember minden emberi gonoszság elhatalmasodott, stb. Stb. Tehát az istenfiak lejöttek a földi lányokért. Kik lehetnek ezek az istenfiak? Hogyha a Júdás leveléhez lapozunk, akkor pedig ott azt olvashatjuk a 6. versben, hogy azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. És azt mondja itt, nem feltétlenül Júdás, hanem azt mondják ezek az emberek, hogy itt a Genezis 6-ban tulajdonképpen az Isten fiak, azok angyalok, akik a Júdás tanúbizonysága szerint elhagyták az ő fejedelmségüket, elhagyták azt a helyet, ahova ők rendeltettek, mert megtetszettek nekik az emberlányok, ezért lejöttek, emberi bőrbe bújtak, és elvették ezeket a lányokat, és ezáltal ezek a bukott angyalok, ezek megfertőzték az emberi gén állományt, és ami közül egyesek, a nagyon szélsőséges nézetet valók azt mondják, hogy tulajdonképpen az ember egész génállománya megfertőződött, és már senki nem volt, már nem lett volna remény arra, hogy a sátán azért csinálta ezt, hogy Jézus génállománya, vagy Jézus ne kerüljön már sor Jézus megszületésére, addig a génállományt ő megfertőzi, hogy elhajjon a reménye is, hogy Jézus megszülessen. Mert már mindenki génállománya fertőzött lenne ezzel az angyali, a rossz angyali génállománnyal. És ezeket büntette tulajdonképpen meg ezeket az angyolokat, mert az emberek, ugye amilyen testet fölvettek, azokat meghaltak, kivétel Noé meg a családja, akik nem fertőzöttek meg, és mert hogy Noé gyermekei vették el azokat a nőket, és nem pedig az angyolok gyermekei, vagy az angyalok gyermeki elnézést, tehát angyalok, bukott angyalok, és azok még tiszták voltak, és így ezért volt Istennek ez az akarata, hogy ne menjen tovább ez a fertőzöttség, hanem akkor véget vett az egésznek, és onnantól megint egy tiszta vérvonal tud teljes mértékben tovább menni. Na ez az ő elképzelésük. És azt mondják, hogy ezért történt ez, mert a Júdásban is ott van, hogy el vannak zárva sötétségben, vannak fogva tartva az utolsó nap ítéletére, tehát ott vannak, és az utolsó nap ítéletét várják, és Jézus elment hozzájuk feltámadás előtt, és bejelentette, hogy igen, hamarosan fog következni az ítélet. Igen, ti vesztettetek, igen. Ennek az egésznek vége van. Nincs reményetek, semmi, el vagytok bukva teljesen. Tehát ez a másik olvasata ennek a résznek, hogy ez történt. És ez egy másik befogadható, nagyon sokan gondolkoznak így, nem a túlzott többség. Nem tudom, szerintetek melyik, mert bármelyiket gondolhatjátok. Mint mondtam, nem üdvösség kérdése. De én elmondom, hogy a kettő közül melyiket gondolom én inkább helyesnek. Méghozzá lépjünk egy kicsit hátra. Mi
Péternek itt a központi üzenete? Ebben a szövegkörnyezetben mi Péternek az üzenete? Az, hogy szenvedés volt, van, és szenvedés jönni fog. Ha szenvedsz, akkor csak és kizárólag az igazságért szenvedjél. És kövessétek ebben a szenvedésben, ebben a szenvedés felvállalásában Jézusnak a példáját, aki a végsőkig szenvedett, hogy teljesítse azt, ami Isten rábízott. Azt a feladatot, amit Isten rábízott, és mert hogy a ti feladatok is ugyanaz. Ugye nem kell meghalnunk, vagy megváltást szereznünk, meg egyéb különböző dolgot, de láttuk, hogy ugyanúgy oda kell magunkat adni. A bevezetőben elmondottakból láthatjátok, tehát ugyanúgy oda kell magunkat is adni, hogy teljesen őt sugározzuk, teljesen Istennek adjuk át a terepet a mi életünkben. És ugyanúgy, ahogy Jézus is Istenhez vezet az embereket, és Isten országán munkálkodott, nekünk is az a feladatunk, hogy Isten országán munkálkodjunk. És felmerülhet a kérdés ezekben az emberekben, akik hallgatják Pétert, illetve olvassák a levelet, hogy ilyen ellenséges közegben érdemes-e munkálkodnom? És milyen eredmény várható? Péter erre hozza ezt az ijesztő példát. Hozza Noét és Krisztus szolgáltát Noén keresztül. És Noénak mekkora ellenszele volt? Noé megkapta az utasítást Istentől. Építs bárkát, megadta Isten, hogy mekkora, hogyan, minden, mert hogy fog esni az eső. Noé valószínűleg megkérdezte, hogy és akkor mi az az eső? Isten megmondta, hogy víz fog hullani, és annyi, ami mindent el fog lepni. A víz mindent el fog lepni. Ekkor még addig nem volt eső. Noé ráállt erre a dologra, amit Isten mondott, és elkezdte építeni a bárkát. Iszonyatos nagy bárkát kellett építenie, és segítsége sem volt olyan fantasztikusan nagy. A bárkát, ahogy megnézzük a számokat, az évszámokat, a bárkát 120 éven keresztül építette. Az, hogy mikor, milyen intenzitással, nem tudjuk. Hányszor kellett valamit kiavítani, nem tudjuk. 120 éve volt a bárk építésére. Közben jöttek emberek, Noé elmondta, hogy mi történik, mi fog történni, az emberek megkérdezték, hogy eső az meg mi? Bolond vagy te? Minek csinálod ezt? Miért nem éled az életed normálisan, mint mi? Miért vagy te ennyire konok? Miért vagy te ennyire vallásos? Miért vagy te annyira fanatikus? Miért hiszed el, amit hallottál, amit Isten mondott neked? Hiszen olyat mondott, ami nem igaz. Hát miért kéne itt esőnek jönni, amikor azt se tudjuk, mi az az eső? Eddig voltak olyanok, akik 900-valahány évesek voltak. És mondták, hogy bocs, de hát én 900-valahány éve élek, eddig soha nem történt olyan, hogy eső. Miért történne ezután? Logikusan következtethető, hogyha eddig nem történt ilyen, akkor ezután sem fog ilyen történni. Csak hát Isten ugye az, aki olyasmit csinál, ami nem illik bele a képbe. Ami váratlan. Csak az ember ma sem gondol arra, hogy váratlan dolgokat fog tudni Isten csinálni. Olyat, amik nem következthethetőek ki az eddigi mintából. Pedig Isten pontosan olyan, hogy olyan dolgokat csinál, amiket nem lehet kikövetkeztetni valamiféle mintából. És ma is, ugye feltámadás. Ma is mondjuk azt, hogy fel fogunk támadni. Az emberek mondják, de hát nem támad fel még senki. És mindenféle már elnézést, hülyeséget beszélnek ezzel a feltámadással kapcsolatban.
és próbálják ezt az egészet nevetség tárgyává tenni. Meg mondjuk, hogy dehogy nem. Meg lesz. Abban az időben Noé mondta, hogy jön az eső, jön az ár. Az emberek nem hitték el. És mentek tovább. És Noé 120 éven keresztül csinálta ezt. Olyan ellenszélben volt, amilyen ellenszélben mi soha az életben nem voltunk. És 120 éven keresztül ő építette a bárkát. És a végén tökéletes munkát végzett, mert kibírta az áradást, kibírta azt az időt, amíg a bárkának megtartotta az állatokat, stb. Stb. Tökéletes volt. Tökéletes munkát végzett. És mi volt a 120 évi szolgálatának az eredménye? 120 évi szolgálatának az eredménye 8 ember megmenekülése volt. A többi az meghalt, Matuzsálemmel együtt. Matuzsálem belefulladt a vízbe. Végcsinálta a Noé a munkáját, ezért megmenekült. Ha nem fejezi be a hajót, akkor nem maradtak volna se állatok, se emberek, senki. Egy üres föld lenne. Egy fél hajó jutott volna el, hogy hát már 40 éve csinálom, nekem nem, hát most eddig eljutottam, valaki más folytassa. Nem tudok senki más, akkor nem folytatom, kész. De végig 120 éven keresztül csinálta ezt a hajót. Belegondoltunk, hogy mi lehet ez. Épít egy olyan szerkezetet, amit még senki nem épített, mert hajója senkinek nem volt, mert nem kellett. Árvíz sehol nem volt, eső nem volt sehol. Abszolút addig ismeretlen dologra tette fel az életét. És végigcsinálta. 120 éven keresztül végig kitartóan ott volt, és csinálta azt, amit Isten mondott neki. Ha nem csinálja meg, akkor nem éli túl. Megcsinált, ezért túlélte. És ez kell, hogy bennünket, ahogy őket is, akik Péter levelét olvasták, őket is ez bátorította. Hogy nem törődő a világ hangjával, a világ szidalmával, a világ felénk zúdított különböző elméleteivel ne törődjünk, illetve kínált kincseivel ne törődjünk, hanem mindenünket, minden erőnket, az utolsó erőnket is összeszedve tartsunk ki Isten mellett, tartsunk ki Isten által nekünk adott feladatok mellett, tartsunk ki az ő munkájában. És ez a bátorítás jön föl újra a Péter 4. első levelének 4. fejezetében is, a 17-es, 18-as versben, ami azt mondja, hogy mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen meg a bűnös? Ugyanúgy egy ítéletet hoz föl, az özönvíz egy ítélet volt. Itt jön az ítélet. Jön az ítélet. Maradjatok meg. Itt kezdődik meg, az Isten egyházán kezdődik meg az ítélet. Ezért ki kell tartani. És a 18. versben azt mondja, hogy hát ha az igaz menekül meg, akkor mi lesz a bűnössel? És igaza van. 8-an menekültek meg Noé idejében, és rengeteg mindenki, több milliárd ember meghalt. Egyes számítások szerint több milliárdan éltek akkor a Földön. És meghaltak. 8 ember maradt meg. 8. A tét ugyanaz, mint Noé esetében. Noé győzött, mert az iszonyatos ellenállás ellenére is kitartott. Velünk mi lesz? Mi is kitartunk? Mi is Krisztusra tettük fel az életünket? Ezért nem érdekel bennünket semmi hasonlóképpen Noét, akit ezerszer akartak eltéríteni, nevetségessé tenni, miközben csinálta, amit csinált, miközben engedelmes volt Istennek.
ezer és ezer alkalommal próbálták azt mondani neki, meg mondták neki, hogy egy ilyen nincsen. Dajka mese. Mi is mindenről lemondunk érte? Mi is mindenről lemondunk érte? Noénak Isten adott egy feladatot, és Noé azt csinálta. Csinálhatott volna mást is, üzletelhetett volna, lehetett volna különböző dolgokat, elad, bútort csinálhatott volna, amit elad a fából, rengeteg mindent csinálhatott volna. De ő mindenét befektette ebbe a hajóba. Az idejét, az erejét, a pénzét, valahonnan ugye le kellett vágni azt a fát, meg kellett venni, valahogy meg kellett csinálni a kötelet, mindent, mindent beleadott ebbe a munkába. Mi is mindenről lemondunk, mindent beleadunk ebbe a munkába. Ha igen, akkor ugyanúgy megmenekülünk. Ha nem, akkor egy fél hajónk lesz, ami nem ér semmit. Legyünk hát olyanok, mint Noé. Tartsunk ki minden, mindenek fölött, minden között. Szerintem ez ennek az üzenete. És akkor megmenekülünk. És a következő alkalommal rá fogunk térni, illetve meg fogjuk nézni, hogy a 20, 21. illetve a 22. igevers mit jelent. És mi is Istennek az üzenete számunkra itt a 21. században is. Meg mi volt ugyanez az üzenete azoknak, akik először olvasták Péter első levelét. Áldjon meg bennünket az Isten, hogy engedelmesek legyünk, hogy végig kitartsunk. Amen.